Köszöntöm nézőinket! Önök talán a magazinunkat látják, mutatom, mivel készültünk. Véget ért a fél év. Érték előtt tartottak a tolnai iskolákban. Szállodából könyvtár. Több mint 100 éves Tolna korábbi művelődési házának épülete. Apácák, hercegnők és szoboszlai. A Tolnai Nagycsaládos Egyesület tagjai közösen ünnepelték a farsangot. Nehéz fél éven vannak túl a tolnai iskolák, mondta el Takács Zita intézményvezető. A béremelés okozta javulásban bízik a következő fél évben, de elmondása szerint sosem kellett még ennyi munkát elvégezniük, mint amennyi most rájuk vár. A fél évzáró értekezleten az iskola dolgozói átbeszélték az elmúlt fél év eredményeit. Az intézményvezető elmondta, hogy a tárgyi feltételek adottak voltak, a programok, amelyek megrendezésre kerültek, sikeresek lettek. Úgy gondolja, a munkatapasztalatok megosztása is elengedhetetlen feltétele a további sikeres munkának. Rombuszt és... Igen, és még egyet várok, mert nem csak párhuzamos az előző kettő, hanem paralelogram. Takács Zita elmondta, hogy pedagógus hiánnyal jelenleg nem küzdenek. 68 pedagógus áll jelenleg állományban, míg 80 óraadóként segítik a munkájukat. Nem volt ez így végig, mert több új kollégájuk is elhagyta az iskolát, így pedig folyamatos változásban kellett helytállniuk, ami sem nekik, sem a diákoknak nem volt kedvező. Mindez azonban reményei szerint megváltozik a második fél évtől, a béremelés optimizmusra ad okot. Folyamatosan kerestük azokat a megoldásokat, hogy hogyan tudnánk az állandóságot biztosítani a gyerekeknél. Sajnos ez a változás, ez a fluktuáció, ez magával vonja, hogy a tantárgyfelosztásunkat módosítani kell, illetve az órarendeket. Ez nem jó senkinek. Az országos tendencia Tolnát is érinti, itt is várhatóan kevesebb gyermek kezdi majd meg tanulmányait, előreláthatólag egy osztálya kevesebb indul szeptemberben, mint az elmúlt 5 évben átlagosan indulhatott. Úgy néz ki a számok alapján az Ötvös utcai telephelyen két első osztályunk indul, a Széchenyi tagiskolába pedig egy. Az intézményvezető fontosnak tartja, hogy jó kapcsolatot ápoljanak a szülőkkel, ezt pedig a rendszeres megbeszéléseken kívül szervezett programokkal is segítik. Rengeteget dolgozunk még a nevelés-oktatáson kívül, illetve nagyon fontosnak tartjuk az informális nevelés-oktatást, és a kollégáink nagyon sok programot szerveznek a gyerekeknek. Hát csak egy-két kiemelkedőt szeretnénk említeni, például szeptemberben a 2/5. Osztálynak itt a Székhelyen sárkányhajózást szerveztek a kollégák, ez nagy sikerrel zajlott. Novemberben a Márton napot ünnepeltük, és az Ötvös utcai telephely egy nagyszabású rendezvényt tartott, egész nap állomásokon keresztül ismerhették meg Márton püspök életét és a hozzáfűződő hagyományokat, és egy lampionos felvonulással zártunk. A tolnai iskolák diákjai az országos felmérések átlagába tartoznak, de vannak, akik rosszabbul teljesítenek, őket különböző módon próbálják meg segíteni a felzárkózásban, mint például a végzős diákok központi felvételire történő felkészítése, vagy a kötelező vétett korrepetálás. Vannak olyan évfolyamaink és feladatellátási helyünk, amik az országos átlagnak megfelelőek. Sajnos van olyan, ami pedig elmarad az országos átlagtól. Itt nagyon sok tennivalónk van, mindig értékeljük ezeket a méréseket, és keressük azokat a lehetőségeket, hogy hogyan tudnánk azoknak a tanulóknak javítani a munkáját, akiknek erre szükség van. Délután például a napközi és a tanulószoba is ilyen, úgyhogy most fél évkor, akiknek nem sikerült az elégségest megszerezni, nekik kötelezővé is tettük, mert szeretnénk, hogyha a felkészülésük pedagógus által ellenőrzött lenne. Felmerül a kérdés, hogy miért választják a szülők valamely tolnai iskolát. Az intézményvezető úgy gondolja, ebben a döntésben fontos szerepet játszik az, hogy minden tagintézmény saját hagyományokkal és szokásokkal bír. Ilyen például az, hogy a Széchenyi intézményben az első és másodikos diákok a felsősöktől elkülönítve szokhatnak bele a diáklétbe, ez pedig nyugodtabb, védettebb környezetet eredményez. A felsősöknél pedig azt gondolom, hogy itt nagyon nagy előny, hogy itt van közel a városi sportcsarnok, illetve a Széchenyi tagiskolában lehet csarnok, tehát a mindennapi testnevelést számára minden feltétel adott, illetve az idei évben több új testnevelő kollégánk érkezett, akik nagyon agilisek, és belevetették magukat a munkába, úgyhogy nagyon sok házi szervezésű sportversenyünk is volt, illetve diákolimpia több ágába is indulunk az idén.
Takács Zita bízik benne, hogy a második fél évben sikerül majd megtalálniuk az állandóságot, új és motivált pedagógusok érkeztek, akik reményei szerint nem döntenek pályájuk elhagyása mellett. Nagyon sok munkát végzünk, tehát az, hogy a tanítási órákat megtartjuk, és azokra felkészülünk becsülettel, tisztességgel, az csak a munkáknak egy része. A 21. századnak és a szülőknek pedig elvárása az, hogy egy csomó mindent más is tegyünk. Rengeteget pályázunk, és a pályázatok megvalósítása különböző programok, ami mind a gyermekeink érdekében történik, hogy ők sokrétűen fejlődhessenek, sokféle tudást felszívjanak még magukba általános iskolás korukba. Az intézményvezető azzal zárta gondolatait, hogy soha ilyen rövid idő alatt nem kellett még ennyi munkát elvégezniük. Most rövid reklám következik. Maradjanak velünk! Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést is javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán, a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. A vasáró akkor Bajai és Fia Kft. Tolna. Finom, durva és horganyzott lemezek, zárt szelvények, idomacélok, köracélok, varatos és varrat nélküli csövek, bordás betonacélok, HD-hálók széles választékban. A megvásárolt szálanyagokat a helyszínen méretre vágjuk. Vegye meg nálunk a hegesztéshez szükséges húzalókat, elektródákat. Kínálunk még alumínium létrákat széles választékban. Ha anyagmozgatása gondja, vegye meg nálunk talicskáját. Ne feledje, ha vasáró, akkor Baja és Fia Vasútvar Tolnán, a Volt Patex területén. Telefon 74-es körzet 443-215. Folytatjuk is a Telena magazint. 2015 óta üresen áll az az épület, amit sokan a régi könyvtárként ismernek Tolnán. Azonban hosszú múltra tekint vissza, hiszen nem csak kultúrháznak, hanem fogadónak is adott otthont egykor. A Bajcsi Zsirinszki utcában álló könyvtár épületről beszélt Link Judit, a városi könyvtár vezetője. A századforduló környékén épült létesítmény több szerepet is betöltött az évek alatt. Fogadóként, kultúrházként, művelődési házként, zeneiskolaként, végül pedig már csak könyvtárként üzemelt. Azonban ezek a változások sokszor lassú folyamatok voltak, és szükség hozta őket. Az 1890-es évek legelején már biztos, hogy létezett ez az épület, és szállóként, fehérlószállóként üzemelt, ugyanis van róla az újságban híradás. Az is valószínű, hogy nem az 1890-es években alakult, vagy jött létre ez a szálloda, ugyanis 1855-ben már 19 kocsmáros kért Tolnán üzemelési engedélyt, tehát valószínűleg az 1855-ös években már volt itt vendégfogadó. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ez egy nagyon nagy szálloda volt. Ebben az időben körülbelül 1-2, maximum 3 szobája lehetett a szállónak. Nem is ez volt igazán a fő profilja, hanem a helyi népesség vendéglátása.
bálok voltak, bálok helyszíne volt, rendezvények helyszíne volt. Hetente egyszer volt például táncmulatság ebben az épületben, és az üzemeltetője az Verling Mihályné, Mezei Rozália, akit csak Száli néven ismertek. Bár az első világháborút túlélte, 1933. novemberében csődeljárást kértek ellene, és felszámolták a szállodát. 1934-ben pedig áruba bocsájtották. Innentől kezdve ezt megvásárolták Videman Györgyné, ő lett a tulajdonos, viszont nem Fehérló szállóként, hanem Duna szállodaként üzemelt már. Az államosítás egy teljesen új funkciót adott az épületnek. Ezen időszakra datálható a könyvtár megnyitása itt. Azonban az ingatlan nem csak erre, hanem számos egyéb kulturális célra is használták. Valószínűleg ezt az épületet az 1952-53-as években államosították, és onnantól lett művelődési ház. Akkoriban itt volt a zeneiskola is, ide került a zeneiskola is ebbe az épületbe, és a könyvtár. Ugyanis az első, azt tudjuk, hogy az első könyvet 1953. október 1-én leltározták be a leltárkönyvbe, és Bali Jánosnél volt az első könyvtárosa ennek a könyvtárnak. Az 1960-as évekre már a művelődés központja lett ez az épület. Ugye addig minden üzemben voltak művelődési helyiségek, ezután is, de Tolna község művelődésének a központja ez a ház lett. Még ebben az időben is itt tartották a zeneiskolát az udvaron, ami a 8-ot végzett tanulóknak szinte kötelező volt. Itt tanulták meg a modern táncokat, és egy kicsit itt váltak felnőtté, ugyanis etikettet is tanultak. A könyvtár az 1988-89-ben költözött ide, ebbe az épületbe, akkor még a művelődési ház üzemelt. Ugyan nem művelődési ház néven, hanem a hivatalos neve Kulturális Intézmények Szakmaközi Egyesülése volt, mivel átvette a szakszervezet, tehát szakszervezeti intézmény volt egészen a rendszerváltásig. Akkoriban a vezetője Schmidt Józsefné Vali néni volt. A tolnaiak legnagyobb része már könyvtárként és művelődési házként találkozott ezzel a helyjel, ahol számtalan kulturális program, koncert, kiállítás megnyitó és egyéb előadás várta a látogatókat. A rendszerváltás után lett Tolnavárosi Művelődési Központ és Könyvtár a neve, és megpróbálták új tartalmakkal megtölteni. A könyvtár is addig a könyvtárnak voltak fiók intézményei, gyakorlatilag az összes nagyobb üzemben, gyárban, sőt Fácánkertben is, iskolai könyvtárak is ide tartoztak. Ezek lassan megszűntek, a könyvtár lett az iskolai könyvtárak mellett az egyetlen városi könyvtár. 2007-re annyira leromlott az állapota, hogy hát muszáj volt valamit csinálni. Akkor épült meg a Beszerédi Pál Sport és Szabadidőközpont, és az a döntés született, hogy nem érdemes ezt az épületet már felújítani, akkor a közművelődési része az oda költözött, tehát a műfáz része. A könyvtár maradt 2015-ig, amikor is életveszélyessé nyilvánították az épületet, és éppen a magház megépült, és ott kaptunk ideiglenesen egy termet, egy helyet, ahol most állunk, az a ugye szabadtéri színpadnak hívtuk már a 60-as években, de ez a kert helyiséghez tartozott, tehát itt étkezni lehetett az udvarban, asztalok, székek voltak kirakva,
és bálok helyszíne volt, tehát tavasztól őszig, amikor szabadtéren lehetett lenni, akkor itt ezen a téren, ebben a kis szabadtéri helyiségben itt voltak a bálok, és itt voltak aztán később a tánciskolák is. A tolnai önkormányzat idén felvette az ingatlant a Top Plus projektek koncepciótervei közé, ami lehetőséget biztosíthat arra, hogy az épületet valamilyen formában felújítsák. Úgy néz ki, hogy van jövője. Egy időben el akarták adni, mindenféle ötlet volt, hogy mire hasznosítsák, és végül is úgy döntött a képviselőtestület, hogy megpróbálják rehabilitálni az épületet, és újra könyvtárként működtetni. A régi művelődési ház részt, ami a szálloda rész volt, az sajnos már menthetetlen, olyan mértékben elpusztult. Azt úgy tervezik, hogy lebontják és parkoló lesz a helyén, a könyvtár parkolója. Ez a rehabilitáció úgy valósulhat meg, hogy van a terület és településfejlesztési operatív program, ez a TOP program, és a TOP Plus-ban felvette a város képviselőtestülete a könyvtár rehabilitációját is. Éppen tegnap beszéltem alpolgármester úrral, aki közölte, hogy megnyitották ezt a pályázati lehetőséget, és többek között akkor a könyvtár felújítására is pályázni fognak, reméljük sikerrel. A tolnaiak remélik, hogy az épület továbbra is talán régi fényében fontos helyszínt fog biztosítani a település kulturális életének. Idén is várt a jelmezbe bújt tagjait egy közös ünneplésre a Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete. A programok mellett a közös szórakozás kapta a legnagyobb hangsúlyt az estén, amikor nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is átadhatták magukat a farsangi hangulatnak. Az egyesületet 27 évvel ezelőtt alapították, a februári farsangi bájjal csoportnak szinte ezzel egyidős. A program, ami csak egyesok közül, amit az egyesület szervez, alkalmat ad arra, hogy a tagok jelmezve öltözve mulassanak egyet közösen. Hatalmas aktivitással jönnek el a farsangi bálunkra, sokszor a helyszín ugye ad egy létszámot, és olyankor sajnos le kell korlátoznunk, hogy hányan tudunk jönni. De úgy gondolom, hogy mivel a februári hónapokban az influenza eléggé tombol, ilyenkor mindig a végére mégis teltházzal tudunk működni, mert a pluszfők is beférnek a betegségek által. De az egyesületünk ugye igen aktív programok terén. Jelenleg több mint 65 család tartozik a szervezetünkhöz, és elmondhatom, hogy havonta legalább két programunk van, ami úgy gondolom, hogy szinte mindenkit megmozgat, kicsiket, nagyokat. Vannak olyan családjaink, akiknél nagyon picik a gyermekek, és most léptek be az egyesületbe, de van 7 olyan családunk, akik alapító családok, az azt jelenti, hogy 97 óta az egyesület tagja, és próbáljuk őket is úgy bevonzani az eseményeinkbe, ami őket is érdekelheti, még attól függetlenül, hogy a gyermekeik már kirepültek a családból. Az esemény szervezői izgalmas programokkal, frissítőkkel és közös tánccal várták a megjelenteket. Az egyesület hagyományosan minden évvel megrendezi ezt az ünnepet, idén a Mezsi Művelődési Ház adott otthont az eseménynek. Elsősorban elkezdünk táncolni, hogy egy kicsit elfáradjunk, és a gyermekek is elfáradjanak, majd körülbelül egy óra múlva elkezdjük a tombola árusítást. Hál' Isten rengeteg tombolát tudtunk összeszedni, mind a tagok felajánlásából, amit nagyon szépen köszönök nekik, mind a helyi vállalkozók, vagy éppen a nem helyi és esetleg a szekszervárosi általi vállalkozók is ajánlottak fel számunkra tombola tárgyakat. Majd körülbelül rá egy órára a belépő jegyekből ugye fődíjakat szoktunk sorsolni, jelenleg ugye 2 cukrászat tortáját is fel fogjuk ajánlani, és szintén a helyi a tagok is hoztak tortákat, amit a belépő jegyekből sorsolunk itt fődíj címen. Táncolni szoktunk a gyerekekkel, felnőttekkel, egyaránt jól érezzük magunkat. Nagyon sok tombolatárgyunk van, nagyon sok főnyereményünk van, ami ezt köszönhető a tagoknak, mert nagyon sokat segítenek abban, hogy sok tombola nyereményünk legyen, különböző felajánlások, cégek, vállalkozók, boltok. Minden évben megrendezzük, egyre többen vagyunk, hála Istennek,
jól érezzük magunkat. A családok számára ez igazi közös program, hiszen nem csak a saját családtagjaikkal töltetnek minőségi időt, hanem az egyesületi tagokkal is. Nővérkének öltöztem, a kislányom pedig boszorkánynak. Nagyon szeretjük ezt a rendezvényt, mert itt a felnőttek is beöltözhetnek, meg mindenki együtt szórakozhat a gyerekekkel. Most a két picink otthon maradt, mert mi is nagy családosak vagyunk, de ők még ezt a zsongást nem nagyon bírják, úgyhogy így csak hárman jöttünk. A rendezvényen a jelmezes bálózók között rengeteg ismerős arccal találkozhattunk, így apácák, boszorkányok, de még Harry Potter és Szoboszlai Dominik is képviseltette magát az estén. Ezért ösztöztem Szoboszlai Dominiknak, mert ő a kedvenc játékosom. Harry Potter. És miért öltöztél Harry Potternek? Csak úgy. Szereted esetleg a filmeket? Igen. Azt azonban minden jelenlévő kiemelte, hogy a közösségi összetartás a kulcs, hiszen az ok, amiért lehetséges a hasonló volumenű rendezvények szervezése az, hogy a tagok az ötleteléstől kezdve a lebonyolításig szerves részét képezik az eseményeknek. Kedves nézőink! Önök a Tolnatáj Televízió Telena című magazinját látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!